Tessék kérdezni, a nyelvész válaszol. Többek között ez a telefonos műsor is Lőrincze Lajoshoz fűződik, aki a magyar nyelvművelés kiemelkedő személyisége volt. A nyelvprofesszor könyveivel új eredményeket ért el a mai magyar nyelv jelenségeinek vizsgálata terén. Nevéhez fűződik az Édes Anyanyelvünk című rádiósorozat is. Lőrincze Lajos 1993-ban hunyt el. Fiának, Lőrincze Péternek és dr. Babus Antalnak a Magyar Tudományos Akadémia kézirattára osztályvezetőjének közreműködésével került a nyelvprofesszor hagyatéka a Széphalmi Petőfi Irodalmi Múzeum a Magyar Nyelv Múzeumába. A múzeum feladata a kulturális javak tervszerű gyűjteményezése, ezért a Magyar Nyelv Múzeumának is elsőleges célja az, hogy a gyűjtőkörének megfelelő hagyatékokat begyűjtse. Ilyen a magyar nyelvészeknek a hagyatékai, ezért ért minket nagy öröm, amikor a Magyar Tudományos Akadémiából dr. Babus Antal osztályvezető megkeresett bennünket, illetve a fia Lőrincze Lajosnak a fia Lőrincze Péter, hogy tudnánk-e fogadni Lőrincze Lajos nyelvész professzornak a hagyatékát. Nagy öröm számunkra, ez már a harmadik alkalom, hogy ez a gyűjtemény gyarapszik az ő hagyatékával, hiszen Lőrincze Lajos talán Magyarországon egyik legismertebb nyelvész professzora, nyelvművelője. A hagyatékok között egy 32 fiókos iratszekrény, benne pedig több ezer nyelvészeti cédula, valamint több mint 20 csomagirat anyag van, amit rövid időre ki is állítottak a múzeum épületében. Amikor a Petőfi Irodalmi Ügynökség megszervezte Sátoraljaújhelyen, illetve Széphalomban az élő magyar óra tábort, akkor egy napot Széphalomban is eltöltöttek, akkor egy minitállatot rendeztünk be ebből a hagyatékból, hogy tulajdonképpen átvehessük ezt a hagyatékanyagot, és hozzánk ellátogatott Lőrincze Péter, ugye Lőrincze Lajos fia, aki átadta számunkra. Fontos egy gyűjtemény számára nem csak az, hogy begyűjtse ezeket a hagyatékokat, hanem megfelelő helyen, megfelelő pára és hőmérséklet, illetve fényviszonyok között tárolja, ami azt jelenti, hogy most már itt van a Magyar Nyelv Múzeumának a gyűjteményében. Feckó Ágnes hozzátette még, hogy a gyűjteményt megfelelő viszonyok között fogják tartani. Savmentes dobozba zárják majd, hogy kutatható legyen, de meg is óvják azokat a külső természeti problémáktól.